Minden kínaiban valahol ott van az, hogy a magyarok valahonnan Ázsiából jöttek. Molnár Ilona 3 éve tanít Pekingben kínaiakat magyarra. A csoportjába évente 6 új diák jelentkezik. A kínaiak nagyon érdeklődőek, és itt most inkább arról beszélnék, hogy akik már jöttek Magyarországra, mind nagyon-nagyon szeretik, és nagyon visszavágynak. Tehát ha mutatok nekik képeket, vagy filmrészletet, vagy bármit, ami Budapestről, vagy Magyarországról, akkor szinte könnyes lesz a szemük. Fontos, hogy a külföldiek ismerjék a magyarok vívmányait, és megértsék gondolkodásukat, mondta Navracsics Tibor. A miniszterelnök helyettes szerint korábban történelmünkre is kedvezőtlenül hatott, hogy keveset tudtak rólunk. A hungarológiát bővítenünk kell abba az irányba is, hogyha valaki nem beszél magyarul, akkor is megérthesse a mai Magyarországot, megérthesse a magyar történelmet, megérthesse speciális adottságainkat, megérthesse azokat a folyamatokat, amelyek akár ma Magyarországon zajlanak. Az 1920-as években a nyugati országokban alapítottak kollégium hungarikumokat. A tervek szerint hamarosan a Kárpát-medencében is létesítenek magyar házakat. A kormány múlt heti ülésén döntött a belgrádi intézet, illetve a belgrádi kezdeményezés tulajdonképpen szárba szökkenéséről, tehát úgy tűnik, hogy ott már megteremtődnek a feltételek ahhoz, hogy infrastruktúrális értelemben el tudjunk indulni. 20 ország 40 egyeteméről jöttek el a magyar tanárok, nyelvi lektorok Budapestre, a Balassi Intézetbe, hogy megvitassák tapasztalataikat arról, hogyan lehet a magyar kultúrát megkedveltetni külföldön. Hogy ez az eredmény az lesz, hogy valaki egy életre elkötelező